Mintegy 100 fő részvételével tartotta kiképző foglalkozás Szolnokon, a béketámogató kiképzőközpont területén. Az általános katonai, rendészeti, harcászati és egészségügyi feladatokat végrehajtó állomány hamarosan megkezdi szolgálatát hazánk határvédelmében. Rédei Róbert alezredes, a központ megbízott parancsnoka elmondta, hogy immáron 7. alkalommal biztosítják a 6 kiegészítő felkészítő és kiképző parancsnokság határszolgálatra tervezett személyi állományának felkészítését. Az új dolog az, hogy a jelenleg felkészülő állomány több mint 60%-a önkéntes területvédelmi tartalékos. Így a tervezett alegység kb. 20%-a aktív, hivatásos szerződéses, 20%-a önkéntes műveleti tartalékos katona, és közel 60%-a korábban említett önkéntes területvédelmi tartalékos katona. Olyan általános katonai kiképzési feladatokat kell végrehajtani, amelyet az aktív katonák nap mint nap végrehajtanak, de ők mivel modulrendszerbe készültek föl, egy alkalommal, ha találkoztak ezzel a feladattal. Ami viszont közös, például az egészségügyi felkészítés ugyanúgy több órában kerül végrehajtásra, hogy gyakorolják a katonák az egészségügyi ellátás, az elsősegély nyújtás fortéjait, fogásait. Győri Erik János önkéntes területvédelmi szakaszvezető az iskolai tanulmányainak befejeztével jelentkezett tartalékosnak. A nemrég elindult acélkocka képzésen szeretnék részt venni. Elsődleges terveim, hogy lövész legyek a Magyar Honvédség berkein belül, és ugye ezt az életcélt tervezem magam mellett. Eddig teljes mértékben szakszerű, minden kérdésünkre megkapjuk a választ, felkészítés az nagyon jó. Rédei Róbert alezredes szerint a felkészülő önkéntes területvédelmi tartalékos állomány kifejezetten motivált. Az önkéntes katonák kiemelten motiváltak, látszik az rajtuk, hogy bizonyítani akarnak maguknak, a családuknak és a közösségüknek is, ahonnan jöttek. Ez nagyon jó példát mutat az önkéntes műveleti és az aktív állomány részére is, bebizonyítva azt, hogy az önkéntes területvédelmi katonákra számítani tudunk majd a közös akarat feladatba, majd más később tervezett fontos feladatba, amely a Magyar Honvédség előtt áll.